Na hát, napszaknak megfelelően üdvözlök mindenkit. Hé, hó, minden fasza, minden jó, mikor jön már az élapó? Na, Gerinek, mert a mai vlog sem lesz ilyen, csak hogy megfeleljek az igényeknek. Szóval a helyzet az, hogy vannak jó dolgok, és vannak nem jó dolgok. A jó dolog az, hogy úgy tűnik, hogy a mosógép szaga véget ér, mert hogy sikerült találnom, ugye tegnap mondtam egy srácot, egy magyar srácot, és akkor konkrétan a kollégájával együtt ma eljöttek, és akkor megcsinálták a mosógépet, bekötötték, beüzemeltük, kipróbáltuk, működik, hurrá! Egyetlen egy hátránya van a dolgnak, hogyha el kell költözni, akkor majd mindig kell magunkkal. De nem hagyom itt, ahhoz kurva zága volt. Na, ez az egyik jó hír. A másik jó hír, hogy azt a kongozót, amit akartunk, mert össze kellett rakni egy új kongozót, meg kellett venni egy új kongozót, mert a régi folyamatosan ugrált le a sínről, és így álltak a fiókok. Szóval azt kicseréltük, és összerakták. Megvizsgálták a vécénket is. Hát kiderült, hogy az is már halott meg a puszi, tehát sokat nem érjük vele, de nem kell még feltétlenül új tartályt cserélni kompletten, hanem elvileg egy ilyen kvázi 30 fontból meg lehet úszni, érted? Nekem megúszni 30 fontból. Szóval meg lehet úszni, hogy egy úszót meg még valamit kell kicserélni, ami működteti a lehúzót, mert hogy az ment tönkre, és egyszerűen két funkciója van most jelen pillanatban, ami elérhető ennek a tartálynak. Vagy folyik állandóan a víz belőle, ha akarod, ha nem. Tehát nincs túlfolyó, ami megállítaná, hanem túlfolyik. Vagy pedig nincs benne a tartályban víz, és akkor nem lehet lehúzni. Mondjuk most sem lehet lehúzni, tehát tök mindegy. Szóval, hogy mindenképp meg kell csinálni, és mindenképp ezt a két alkatrészt be kell szerezni. Én azt mondtam a srácoknak, hogy figyeljetek ide, én megpróbálom beszerezni, mert kb. Sejtem, hogy hol lehetne. Elküldték nekem, hogy mit kell felhajtani, úgyhogy a jövő héten majd azzal is kell foglalkoznom, hogy azt fölkajtassam, és akkor valamikor kijön a másik srác, és akkor megpróbáljuk helyre tenni a WC-t, mármint úgy, hogy le is lehessen húzni. De hát ez is, na mindegy, viszont voltak olyan rendesek, hogy akkor ennek a költségét még nem számolták föl, mert hogy ugye megvizsgáltad az alkatrészt, és még nincs megvéve, és akkor most végül is olyan mindegy, hogy én veszem meg, vagy ő veszi meg, mert ugyanannyiba kerül, tehát ebből sajnos nem jövök ki jobban, de mindegy, hát legalább ez is tudom, hogy hogyan lehet megoldani. Tehát ez ennyiben jobb. Ami viszont nem annyira jó, az a lakhatás, és most kivételesen nem az önkormányzat részéről, hanem a jelzálog jogtulajdonosa részéről. Ugyanis az a helyzet, hogy ugye, aki nem látta még volna, vagy nem tudja, mert nem nézett vissza tavaly novemberre, ugye tavaly novemberben kilakoltattak volna, ha én nem járok közben, és nem megyek el a bíróságra, hogy elítéztessem, hogy akkor ne legyen ebből kilakoltatás, mert nem tudunk sehova sem menni hirtelen, és az önkormányzat még nem óhajt, hogy hívják, nagyon kapkodni ez ügyben. Úgyhogy ebből is látszik, hogy mennyi hajléktalan van még mindig az utcán kint, és a szomszédos, szociális szálló, az meg tele van. Na, úgyhogy ennyit el. És azt nem az önkormányzat saját licence vagy saját projektje, hanem az üzfadseregé. Úgyhogy ennyit az önkormányzat segítőkészségéről. Na mindegy, szóval, hogy az van, hogy ma jelentkezett a jogtulajdonos által megbízott ilyen ingatlan fejlesztő, fölvásárló, közben, attól kell tudom, ingatlan és cég, mindegy. Nem tudom, mi a jogállása jelen pillanatban. A lényeg az, hogy rájuk bízták azt, hogy akkor kezdjenek el ítézkedni
a kilakoltatás ügyében, de voltak olyan rendesek, hogy ők nálam jelentkeztek először, tehát nem az volt, hogy konkrétan kaptunk egy kilakoltatási végzést, aztán csá, mehetsz, ahova akarsz, hanem akkor oda jöttek, és akkor megkérdezték, hogy mi újság van. Na most tegyem hozzá, hogy a csávókám az lesett nagyokat, mint hal a szatyorban, hogy négy szerződésünk, nem lakót adtak még ki, nem történt semmi november óta, tehát ugye a bíróság határozata óta, és különben is. Mondom, hát ez azért kurva jó, mert hogy ott van az a ügyvédi irda, aki ugye ezt a kilakoltatást kezdeményezte, és az most akkor nem tájékoztatta őket arról, hogy mi van, vagy pedig most újra kezdődik az egész cirkuláció előről, és most annyi fórum van, hogy a tavalyiból okulva tudom, hogy mi merre hány méter. Úgyhogy most az lesz, hogy megint bizonyítékokat kell összeszednem, tehát hogy konkrétan most nem elég, hogy az önkormányzat felé kell mindenféle dokumentumot prezentálnom, hanem akkor most ezek felé is kell dokumentumokat küldözgetni. Kurva jó lesz. Ma jó, mondjuk a szerződés másolatát nem kell elküldeni, mert nincs szerződésünk. Tehát mondjuk úgy, hogy most tényleg illetéktelen lakásfoglalók vagyunk, mert hiszen nem fizetek, mivel nincs szerződésem, nem fizetek lakbért senkinek. Igaz, önkormányzati adót sem fizetek, azt viszont kéne, de hát azt meg azért fizetem, mert nem tudom. Na, mindegy, ez most érted kérdés. Szóval, hogy ennyi pozitívuma volt a dolognak, hogy előzetesen kijöttek felmérni. Mondjuk annyit megtehetek volna, hogy először fölhívnak, hogy nem reggel fél tízkor szétveri az ajtót, hogy akkor most nyissam ki, és akkor most beszélgessünk. Én meg ilyen pótkulmás fejjel fölkelek, hogy mi van. Azt sem tudom, kiféle, miféle. Ezt csak elkezd beszélni a lakásról, na akkor kezdtem el kapcsolni, hogy miről van szó, de egyszerűen nem is értem. Tehát az, hogy reggel fél tízkor megjelenik, és oké, kiírtam direkt azok kedvéért, akik kicsit gyengébbek, hogy hangosan kopogjál, mert nem mindenki hallja. Én meghallom, de például anyósom a másik szobában nem hallja meg. Na hát ez szó szerint vette. Mondom, szinte szétverte az ajtót a kezével, olyan hangosan kopogott. És mivel ilyen futáron kívül más nem vártam, mondom, hát kinyitom. Na hát ez volt a baj. Na mindegy, letisztáztuk. A másik az, hogy ugye napok óta kergetnek amit mondtam tegnap, hogy napok óta kergetnek az önkormányzatnak ez a szociális osztály, illetve nem a, amit tudom én, nem az önkormányzathoz tartozik közvetlenül, de mindegy. Szóval, hogy kergetnek ezzel a izével, ez a távriasztóval. Én meg távolról riasztottam őket, hogy nem, köszönöm szépen. Tehát nem vettem fel a telefont, még megírtam ugye az izének, a szociális munkásnak, hogy hát akkor ezt gondoljuk át. De most ezt úgy sikerült értelmezni, hogy akkor persze, akkor jelentkezünk. De jelentkeztek, és én belefutottam, mert fölvettem véletlenül. Úgyhogy most jövő hét szerdán kijönnek. De a csajnak is mondtam, hogy a 10 font még csak hagyján a telepítés díja, de hogy én ezért a szolgáltatásért havonta 23 fontot fizessek, jó, nem 25, csak 23, de mindegy, most részletkérdés, tehát hogy én havonta 23 fontot fizessek, hát miből van meg? Lassan kajára nem lesz, így haladunk. Na mindegy, ez van. Na, jó, egyébként ma ilyen dolgozós nap volt, meg lesz még, úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót, csak hogy kapjatok ma is egy kis vlogot. Na, köszönöm mindenkinek, aki itt volt, aki figyelt, like, comment, feliratkozás, donation, kerítésen, ha akarod, megosztod ezt a videót, ha akarod, nem, végül is nincs jelentősége, bár hogy közlekedési csoportokban megjelenik az én videó, az erősen túlzásnak érzem, de mivel ugye Gószor Zodiák Zoli barátom lelkesen osztogatja, én nem bánom, tehát. Úgyhogy innen üdvözlök mindenkit, aki a Zodiák csatornáról jött át ide véletlenül. Na, még egyszer köszönöm mindenkinek, és akkor találkozunk legközelebb. Bye everybody!